csak nem egy hete parázslik a tűz az Óbecsei Botra szemét telepen. A hulladéklerakót kezelő Tiszamente Óbecse vállalat állítása szerint egy kisebb tűzről van szó, amely a szemét telep testében keletkezett, és a becslések szerint 10 négyzetméterrel a szemétlerakó felszíne alatt terjedt el. Szeptember 6-án, kedden a reggeli órákban vették észre, azóta a mai napig tart az oltása és kezelése. A tűz a föld felszíne alatt néhány négyzetméteren terjedt el, és ez látható felülről. Az oltás folyamatban van, jelenleg is oltják. A tűzoltók 5 perccel ezelőtt érkeztek egy tartállyal. A dolgozóink ulttal kapálnak, hogy felfedjék a parázs helyszínét. A tüzet valószínűleg az augusztusi hőség és a mostani eső okozta. Az eső ugyanis felerősítette a forrást és a rothadást, és valószínű ez okozta a tüzet. Pontosan azonban még nem tudjuk, folyamatban van a tűz keletkezési okának a feltárása. Ezt sajnos nem tudtuk megakadályozni. Nem a mi hibánkból történt meg az, ami megtörtént. Ez már megállapításra került, hogy nem felgyújtották, hanem öngyulladás okozta, ami egy óriási probléma. Vasárnap és hétfő mintegy 1500 kg száraz jeget helyeztek el a tűz kitörésének helye körüli biocsövekbe, valamint az ásatásokba is. Hétfőn délelőtt készült el a hulladéklerakó testének hőfelvétele, amelyről az előzetes jelentések szerint azt figyelték meg, hogy a lerakó testének hőmérséklete megemelkedett az előző július 28-án végzett felvételhez képest. A mért hőmérsékletek nem emelkedtek jelentősen, a maximum 46 fok, de mivel a tüzet vízzel és jéggel oltották, ez megnehezítette a hőfelvétel készítését. Ezzel mi csökkentettük ugyan a hőt, de ez nem jelenti azt, hogy alatta esetleg nem magasabb a hőmérséklet. Az égő hulladékréteg 10 évvel ezelőtt lett idehozva a lerakóba, úgyhogy ez nem friss réteg, mivel a mélyben van. Mivel mi a nyár folyamán több alkalommal is száraz jéggel hűtöttük a depóniát, ezért bár a központi platón mért hőmérsékletek is magasabbak az előző mérésekhez mérten, mégis a várt és a normális között mozognak, az időben történt beavatkozásnak köszönhetően. A lerakó hőmérséklet mérését e hétvégén megismétlik. Ekkor mérik a gázok koncentrációját is a biocsövekben. A helyzetről egyébként a község rendkívüli helyzetek törzskara és a tűzoltók is értesültek. A Tiszamentében bejelentették, hogy kedden érkezik a szeméttelepre egy 8000 literes víztartály, amit bérelnek erre a célra, mert fejes igazgató szerint a tűzoltók nem rendelkeznek megfelelő kapacitással, a Vodokánál tartálya pedig meghibásodott. Az Együtt élünk szlogennel megrendezett újfalusi napok rendezvényen Óbecse minden részéből, valamint a környező településekről szép számban gyűltek össze a helyiek. Ez alkalom volt arra, hogy egy kellemes vasárnap délutánt barátkozással, családi sport és hasonló tevékenységekkel töltsenek el. Mi a 6 órai programmal jöttünk, ugyebár akkor jönnek a dzsidósok. És hát nekünk azt tetszik legjobban, mert ugyebár hát néptánc, és akkor arra. De hát jó van a kicsiknek, ugyebár ez. Úgyhogy a többi az olyan, nem tudjuk. Nem mindegyiken voltunk. Most érkeztünk ebbe pillanatba, még nem láttunk semmit nagyon, majd ezután hát nagyon kedves mindjárt a kis óvodásokkal is foglalkoznak, nagyon szép. Hála Istennek, hogy ilyen is van már, ugye? Ez nagyon szép, csak valahogy kevesen vagy. Kicsit többen kellene, hogy legyünk, de remélem később többen fogunk. Úgyhogy minden évben meg kellene tartani. És hogyha megtartanánk rendesen minden évben, jobban össze is jön. Gondolom, a kicsit a szervezés aktívabb legyen. Kicsit a szervezés szorgalmasabb, vagy nem is tudom kifejezni magamat. A piac melletti sportpályán 20 csapat mérte össze tudását sertéspörkölt főzésben. Bár mindenki a győztes címért küzdött, a barátkozás és a jó szórakozás továbbra is előtérben volt. Titkos összetevő nincsen, én hagyományosan csinálom. Az családi körben vagy
hogy mondom, ilyen semmi titok nincs közben, én csak egyszerűen semmi sót, paprika, hús, víz, hozzáadás, én nem próbálkozok ilyen különféle adalékokkal, amit most raknak, semmit. Nem a nyerés a fontos, nem az, hanem hogy az ember kicsit kiszabaduljon, egy kicsit társalogjon, jó érezzük magunkat, ez a fő. A legjobb gulyást a zsűri szerint Snezsana Bezzeg főzte. Második Habenyák Dániel, a GTC Service csapat képviseletében, harmadik pedig Szava Vadaszki lett. Ezt a hagyományos rendezvényt egyébként a Testvériség Egység harmadik helyi közösség szervezte, amely gondoskodott arról, hogy minden generáció látogatóinak megfelelő tartalmat biztosítson, és mindenkinek jó benyomása legyen erről a rendezvényről, melynek célja a multikulturalizmus és a jószomszédi viszonyápolása. Nagyon örülünk, hogy két év kihagyás után a falunapot is meg tudták szervezni a helyi közösség képviselői az önkormányzat támogatásával, mint anyagi, mint nyilván szellemi támogatás is. Ez az egyik legrégebbi ilyen jellegű rendezvény, és ahogy a megnyitó beszédemben is elmondtam, nagyon fontos az, amikor ezek a kis közösségek ilyen szinten összefognak, összefogják a gyermekeket, a fiatalokat, tényleg egy egész komplex programot adnak a családnak, mindenki jó érzi magát, hála Istennek az idő is szolgál bennünket, úgyhogy nem marad más hátra, mint hogy jó érezzük magunkat. Külön köszönjük a támogatást az Óbecsei önkormányzatnak, valamint a becsei vállalkozóknak, akik igen-igen vastagon kivették a részüket, hogy ez a rendezvény így sikerülhessen, ahogy. Különös figyelmet fordítottak a legfiatalabb polgártársakra. Különböző tartalmakat szerveztek számukra, a sporttevékenységektől rajzversenyeken, színházi előadásokon át, az Ökobecse Polgári Egyesület által szervezett számos alkotóműhelyig, de a vendégek között voltak az Óbecse Község Gyermekbarátok Egyesületének képviselői is. Néhány újítást vezettünk be. A jelenlegi program is, ami zajlik mögöttem, ez az Adai Jancsi Bohósznak a gyermek és a bábszínháznak a produkciója, és az előtte lévő előadás a belgrádi színészek is, hát egy egészen új színfolt a falunapokon, úgyhogy hát a hagyományos programok ugye a főzés és a zene utcai mulatság mellett. Most még pikádó versenyt is rendeztünk, újdonság a sporthorgász verseny, a gyerekekkel az Ökobecse, az Óbecsei Gyermekbarát Egyesület és az óvodák pedagógusai foglalkoztak, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy óra óta nem volt olyan gyerek, aki képes volt unatkozni, mert ez valóban folyamatos, állandó a foglalkoztatottságuk, és nagyon érzik magukat így a gyerekek és a szülők is. Szintén a rendezvény részeként pikádó versenyt szerveztek gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, valamint horgászversenyt is. A versenyek eredményeiről bővebben weboldalunkon, a www.tvbecei.rs oldalon tájékozódhatnak. Hétfőtől az óbecsei és környékbeli kisállattulajdonosok minden szükséges dolgot beszerezhetnek az állattartáshoz és gondozásukhoz. Az újonnan megnyílt Zsárvel Vetpet központban, amely Óbecsén a főutca 15-ös szám alatt található. Óbecsén és környékén a legjobban ellátott és felszerelt állatkereskedésről van szó, melyben több mint 2000 termék található minőségi gyártóktól. Itt különféle kisállat, eledelek, kutya, macskatápok, továbbá felszerelések, valamint a világ vezető gyártóinak ápolószerei is megtalálhatók. Az üzleti filozófiánk mindig az, hogy a piacnak a lehető legjobb minőséget kínáljuk fel, egy meghatározott árszinten, úgyhogy ebben az állatkereskedésben igazán minőséges termékek találhatók, például tartósítószermentes, hozzáadott színezék és ízesítés nélküli, természetes összetételű tápok és minden egyéb, amire igény van. A jelenleg legminőségesebb felszereléssel rendelkezünk, amelyek szintén természetes és újrahasznosított anyagból készülnek.
és amelyek követik a mai trendeket. Az egyik fontos ok, ami miatt itt Óbecsén megnyitottuk ezt a pet shopot, az az, hogy úgy véljük, hogy az óbecseiek és persze a környékbeli polgárok is megértemlik, hogy legyen egy ilyen üzlet itt is, hiszen fenomenális gazdáik a házi kedvenceiknek, és mivel mi ezzel foglalkozunk már 20 éve, pontosan tudjuk, hogy ez így van, hogy az óbecseiek jól tartják házi kedvenceiket. A megnyitó alkalmával a vásárlók értékes nyereményeket nyerhetnek, mint például klinikai vizsgálat, konzultáció, vérvétel a Zsárvelvet rendelőben, valamint kisállatszépítő kezelések, továbbá 10% kedvezmény jár minden vásárlásra. A 100. vásárlót pedig különleges ajándék várja. Számos ajándékot készítettünk vásárlóink számára, és vannak valóban értékes nyereményeink is. Van például egy aranyos kiskutyánk, akit ma valaki meg fog nyerni. Jelenleg a megnyitás első fázisában vagyunk. Egyelőre csak a pet shop működik. Hamarosan azonban megnyitjuk az állatorvosi gyógyszertárat is, valamint élő kis állatrészlegünk is lesz. A Zsárvel Kft. Egyébként egy 2007-ben alapított családi cég, azzal az elgondolással, hogy az állattartók mindenféle állatorvosi szolgáltatáshoz, információhoz és áruhoz hozzájuthassanak egy helyen. Ez a negyedik állatkereskedés a Zsárvel rendszerben, amelynek Óbecsén kívül Zsablyán és Kátyon is van üzlete. Egy pet shoppal kezdtük, amely továbbra is működik, immár 15 éve. Majd 2008-ban nyitottunk egy állatorvosi rendelőt, amely a 25 foglalkoztatott erőfeszítéseinek és a csapatmunkának köszönhetően egy szép történetté nőtte ki magát, és ez már Vajdaságban a negyedik üzletünk. A Zsárvel Vet Pet Központ hétfőtől péntekig 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 15 óra között tart nyitva. A sorrendben 5. Soltis Paulina Panni röplabda emléktorna, amit a Bácsföldvári Liberó röplabda klub szervezett a Vojvodina futballklub stadionján, ezen a településen, a múlt szombaton több mint 550 fiatal röplabdázó lányt gyűjtött egybe. Úgy Vajdaságból, mint a boszniai szerb köztársaságból. Meg kell említenem, hogy ez a sorrendben 2. Soltis Paulina Panni emléktorna, amit a Liberó röplabda klub tragikusan elhunyt tagjának tiszteletére tartunk. Így szeretnénk örök emléket állítani neki, és annak a munkának, amit a klubunkra hagyott. Ez a torna minden évben egyre több fiatal lányt gyűjt egybe, akik röplabdával foglalkoznak. Ez tehát a sport és az egészséges életmód népszerűsítése, ami ezt a tornát különlegessé teszi, azaz emléktorna jellege. Így emlékezünk közösen a Liberó Röplabda Klub egykori tagjára, Soltis Paulina Pannira. Reméljük, hogy ez a torna évről évre még több fiatal sportolót fog ide vonzani, és teljes mértékben felkészültek vagyunk ennek az eseménynek a további támogatására. A nagyszabású sporteseményen 15 klub, azaz 83, 2009-es és annál fiatalabb korosztályú csapat vett részt, akik 13 pályán versenyeztek. A tornán a fő hangsúly természetesen az ismerkedésen és a barátkozáson van, és a klubok egymás közötti együttműködésén. Ezen a tornán ápoljuk az egészséges életmódot, és abban reménykedünk, hogy ennek a tornának a megszervezését a további években is sikerül realizálni, és hogy a klubok egymás között is tudnak majd egymáshoz, valamint más hasonló tornákra eljutni. Az egyik baráti klub, a Vlaszenicai Net, mindig kedves vendég ennek a rendezvénynek, mondta Tihomir Vlacsics edző. Mi második alkalommal veszünk részt ezen a tornán, és örömmel jövünk, és mindenkor jönni is fogunk, ha Marinko megszervezi, mert ennek a tornának az emléktorna jellege miatt is óriási jelentősége van, hiszen mindannyian érzékenyek vagyunk a játékosainkra, a gyerekekre, úgyhogy ilyen szempontból mindig számíthatnak ránk. Az együttműködés a két klub között kitűnő, és egyre jobb, és a környező klubokkal is kezd kialakulni a kapcsolatunk. Ami a rendezvényt illeti, minden elismerésem, nagy számban vannak jelen gyerekek, és a szervezés is évről évre egyre jobb.
Gratulálok Marinkónak és teljes csapatának a szervezésért. Egy óriási dicséretet érdemelnek. A Bács Palánkai és annak keretében működő Obrováci Warriors röplabda klub másodszor vett részt a tornán, melyen három csapattal versenyeztek. Mint mindig, így most is remek házigazdáink és vendéglátóink vannak, és a szervezés is kitűnő. A torna sajnos emléktorna jellegű, és ezt tiszteletben tartjuk. Támogatjuk a gyerekeket, akik ezeken a sportpályákon nőnek fel. Marinkó is csapata, úgy mint tavaly, idén is valóban remek szervezési munkát végzett. Most vagyunk itt második alkalommal, és tavaly a gyerekek nagyon jól érezték magukat ezen a tornán. Bízunk abban is, hogy idén is csak mosolyt fogunk itt hagyni ezeken a pályákon. Ha érmet szerzünk, jó, ha nem, úgy is jó, hiszen a legfontosabb, hogy játszunk és barátkozzunk. Még egyszer szeretném megdicsérni a házigazdákat, és köszönetet szeretnék mondani nekik a remek szervezésért. A Liberó Röplabda Klub harmadik alkalommal vendégelte meg jó ismerőseiket, a szomszédos törökbecsei lányokat és edzőiket. Nagyon jó az együttműködés a két klub között. Marinkóval mi barátok vagyunk még egyetemista korunk óta. Az emléktornán harmadik alkalommal veszünk részt. Kitűnő a szervezés, a feltételek ideálisak, és az időjárás is kedvezett nekünk ma. Nagyon örülünk annak, hogy részt vehetünk egy ilyen tornán, hiszen ez remek alkalom arra, hogy a gyerekek ismerkedjenek egymással, barátkozzanak és tapasztalatokat cseréljenek. A barátságok pedig folytatódnak és erősödnek. A bácsföldvári röplabdázó lányok megerősítették, hogy az öröm kölcsönös, mind a vendégek, mind a házigazdák részéről. Jó itt, mert barátkozunk és röplabdázunk. Nekem pedig nagyon tetszik ez a torna, és nagyon boldog vagyok, hogy megszerveztük. A röplabda torna eredményeiről bővebben a weboldalunkon tájékozódhatnak. A www.tövöbecej.rs oldalon.